Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves Simco Facebook nézőt. Szezonzáróhoz érkeztünk a Toyota Racing Série idei bajnokságában. Helyszínünk Barbagallo, egy, azt hiszem, 7 kanyar van rajta, és 1, 2, 4, 4-szer fékezünk az egész pályán mindösszesen. De nem is ez a lényeg. Mi is a lényeg? Az, elég rég volt már ilyen, rég fordult elő, hogy a bajnokság első két helyezettje, mondhatni minimálisan vannak egymástól a pontok tekintetében, mindjárt meg is mutatom. Csak azt hiszem, hogy igen, mindjárt nézzük is, Toyota, így van. Tehát a következőképpen nézzük, csak azt mondja. Kis Balázs vezet 25 pont előnye van. Hát a harmadik helyezett Veres Máté már szinte matematikailag se, ugye? Igen, mert igen, ő már nem lehet bajnok. Szóval 25 pont, és ugye lehet szerezni összesen 85-öt. Tehát azért egy hiba is már ott azért probléma van. Többiek pedig, hát nézzük csak, Veres Máté és Egervár viszont a harmadik helyért csapattársak megküzdettek nagyon szépen. Jó, magam a 9. helyen vagyok, hát ez nem az én szezonom volt, de hát ha sikerül egy utolsó jó hétvégé produkálni, és láthatjuk, hogy egy ezreddel igaz, az enyém a legjobb kör, de még nem nincs időmérő, 2 perc múlva lesz csak időmérő. Hát, jó lenne, ha így maradna, viszont, ajaj, kis Balázs, nem látom Tim Gábort, ajajaj, ez hogy fordulhat elő? Sziasztok, szia Zsófi, szia Szabocs, nem hibázik meg, szétveri az azt. De? De. Az igen, az már különbség. Csak hogy felcsigázzam a nézőket. Hát de hol van a Gabi? Nem tudom, gondolom szerel.
vagy úton van, vagy... Karanténban. Pont a sört keresi a hűtőben. Tározom a nézem. De várj, hogy lehet, hogy nincs otthon. Hát te is a Máté szényét, az igen. De ő dolgozik. Ajaj, Györgyi már oda van. Ha Gabi nem dolgozzon, akkor összeesne a Magyarország gazdasága. Miért? Gabi kimegy, és így a vállán fogja a gazdaságot. Igen. Pont úgy, ahogy mondom. Ja, most vált a szerver szerintem. És időmérő van, oké. Okay. Hello Tomi, köszi. Ja, biztos. Szabad edzést életébe, sikerült játékot. Egy ezreddel megnyerni. Amikor mellé nyomott. Ja. Sziasztok. Hello. Hello. 48-3 volt, ha jól emlékszem. Nem tudom, ja igen, tehát technikai információ, valamiért 720p-ben van a stream, hiába állítottam be 1080p-be. Lehet, hogy nem akarják a koronavírus miatt, ugye rengetegen otthon vannak, és a sávszélességet, hogy ne legyen terhelve a Facebooknak a szervere, erre tudok gondolni. Hát ez a műtyűr pályán 19 autó. Szerintem a 30-asnál nagyobb első szárnyat használni? Én maxi első szárnyom vagyok. És a 19. helyen. Igen. Akkor az első 5-től kérdezem. Ők meg nem válaszolnak. Nagyobb. Én nem tudom. Igen, nagyobbat tudom. Ja, Jani! Hogy azt megérjük. Nem emlékszem tényleg. Aha. Hát, csak szerint betöltöttem, azt annyi. Akkor nézd meg. Nálam 32 az elején. Köszi az infót. Valahogy úgy lehet, igen. Jaj, Jani, nagyon hosszatol. Plusz-minusz 8. Figyelj, 23 is az majdnem olyan, mint a 32. Hát az nagyon alacsony. Hát egyelőre. 32. A nagy forgalomban nehéz jó köridőt futni. Az utolsó féktávot basszus alig látni. Hát ott valahol van egy ilyen basszás, hogy már arra fékezek. Én eddig guminyomra fékeztem, de most nem látni valamiért. Híres utolsó mondatok. Tényleg nehéz most így, az utolsó... Jajj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 
Ez benéztem. Hét 20p-ba jó, akkor jó. Akkor jó, ha jó. Ahol lefulladt. Jó lenne az elején elejében indulni. Mátéról info. Nem stream snipolunk, az csúnya dolog. Ki ez itt előttem?
Írd be a Máté streamjére, hogy üdvözlöm. De jó lesz, ha most betartasz. Vár, lehet, hogy adja a szélárnyékot. Jó, maradj ott. Hát igen, igen, adhat szélárnyékot. Á, volt esze. Meg se érte ez a kikerülős manőver. Na, megint ráhajtottam. Kapott is az autó. De ez nem rossz kör. Nyilván tudok jobbat is. Van ott az elejében egy másfél tized. Az már egész jó lenne. Győzzön a jobbik. De én nem. Ki mondta, hogy győzzünk? Ki mondta, hogy győzelmi esélyeim vannak? Egerve... Ja, ez a veres. Ja, pont itt van a Máté. Hello, Máté! Ja, te mondtad. Oké. Okay. Valahogy itt van a tém meg Gábor. Na, időben. Yeah. Aztán ki tudja, lehet, hogy Róma gyakorolta magát. Ment már pár kört, úgy láttam. De jó. Kicsit erőltetem. Jaj! Elrontottam. Jaj.
Az első és az utolsó. Az első és az utolsó szektorban van egy 2 tized szerintem. Közdala. Gábor, köszönöm a tanácsod, de ennél az autónál jobb, ha előbb elváltod. Ezek a tapasztalatok. Ajj. És elrontottam. Muszáj, hogy csúszom, különben alul kormányzat lesz. Most pedig... Na? Pedig direkt elvettem még a gázt is. De jó idő lett volna.
Hát én szívesen összeraknám, melléted. Hát még én hogy izgulok. Na, ezzel javítok pozíciót? Ja, ötödik voltam. Harmadik hely. Négy perc van hátra, akkor inkább kijövök új gumiért. Azt meglátjuk. Nem látszik. Ver a víz. Ha azt az időmet megfutnám, akkor szerintem második lennék kb. Ja, csak egy pozícióval van előrébb. Mindegy. Össze lehetne rakni, de nehéz. Nagyon nehéz. Még ne kerüljek izébe. Forgalomba. Már pedig mi van itt előttem? Kis Balázs, jó, oké. Hoppá, megöttem meg gyorsan közlekedő személygépjár, és versenygépjármű. Ó, ezt meg elrontottam. Úristen, mi van itt? Na, valaki Freaknek szorkol. Meg... Remélem nem érem utol.
az Isten. Az szép volt. Nézd meg. Szép. 133 ezredre maradtam el a pólótól. Hát igen, ez meg lehetett volna. Grat. Hát igen. De hát amikor körülötted vannak, könnyen elrontja az ember. Na mindegy, izgalmas verseny lesz így. Tim Gábor a hatodik helyen, Kis Balázs a második helyen 4 ponttal meglógott, plusz 4 ponttal meglógott Kis Balázs Tim Gábortól. Krat. 20 liter elég? Hogy van ez? Ez 33 kör. Nem tudom, de a hűtő 100-as rakom. Azt tudja. Hoppá. Ti mennyit számoltatok? 48-as idővel? Ugye? Aha. Hát valami ilyesmi volt. Szerintem olyan 23 lit. Inkább? Hát eddig 22 várja, mindig elég volt. De 22. Az baj, hogy itt előzni az nagyon nehéz. Tehát ez nem is tudom. Rajtnál maximum szerzel, de fú, nem tudom. Izgi lesz. Na, 16-an vagytok. Még hozzatok pár embert, hogy többen legyünk nézők, mint ahány versenyző a szerveren. Ugye a szezon végére az autót egész jónak érzem. Hát kár, hogy nem az elején volt ez, de hát így jártam. Az olyan tipikus kifékezési pont nincs, tehát... Nehéz. Hoppá. Bill. Mehettél volna előttem. Persze, hogy PC, igen. R-Faktor 2 csak PC-re van. Nem szeretném eldobni. Meg nekem igazából mindegy. Tehát kockáztathatok, nyilván akkor benne van a rizikófaktor, de nekem bajnokság szempontjából teljesen mindegy. Jaj! Na, helyes, már 20-an vagyunk. Hét és fél perc múlva elindul a raj procedúra. Az egyik eljárt jobban lehet, mint a másik. Jaj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 
korai lett volna még az a kigyorsítás. Még van időd, nyugodtan, Szabolcs. Hát 7 perc, vagy 6 perc alatt csak sikerül, nem? Bár én nem vagyok egy nagy dohányos ember, de sejtem, hogy annyi idő alatt meg lehet oldani. Hoppá! Parkolunk. Re. Hűtőt ne felejts el senki. Azt mekkorára kell tenni, hogy ne égessen a motor? 100-as szerintem. Frick, azzal mész a versenyen is, amit küldtél. Aha. Ja. Hát a 150-es hűtő csak kibírja. A múltkor a 200-as épp hogy... Hát aztán... Hát igen, igen. De te 150-nel mentél, nem? Megint izélni akar? Zavarni a mögötted lévőt? Hát... nem. De azért a 150-esnek ki kellene bírja. Füstölve, igen. 15 fok van. 15 fok van. Sziasztok! Cső! Nem tudom, hello. Hello. Ide is elég a 22 liter? Ebbe. Kb. Az... Kb. Meginterjúvolhatom a két bajnok esélyest, hogy mit várnak az utolsó fordulón? Nem. No. Frick. Megnyeri a Frick. Frick, mit szólsz ehhez? Szóval se jut. Hát kb. Hoppá. Én itt csókollak szívem. Még arra is képes vagyok, hogy közben a pályán próbáltam csak tartani az autót. Ajjajjaj, hát Tim Gábor népés hátrányból halmozottan. De hát ez az autósport, illetve az e-sport, bármi megtörténhet. A pályán, kérem, a pályán. Ne így menjünk neki a versenynek. Tim Gábor biztos, hogy agresszív lesz. És előre fog majd törni. Kis Balázs meg, hát igen, Veres Mátéval ott küzdhet az első helyért. Jó. Kinek kell jönni?
Yeah. Valaki szépen beallatszik. Két perc a rajtig. Negyvennyolc-hármas idő. Megtankolt autóval. Szép. Megcsináltam. Igaz, hogy így nevezessetek soha. Legalábbis nem ezen a pályán. Na jó van. Készüljünk. Izgul. Az azt, vagy csak az azt jelenti, ó, azért Tim Gábor azért oda tette magát. 25 pont előnye volt Kis Balázsnak, akkor most második lett, akkor 29 pont előnye van. Ha 40... Várjál, hogy van? Igen, ha 12 ponttal többet szerez, akkor Kis Balázs a bajnok. Ha nem leszek nagyon éles szituációban, majd próbálom szemmel követni. Jajjaj! De jó, hogy még egyszer hallottuk. Ja, nem egyszer, kétszer. Akkor a hűtőszál, jó van, az már nem fog felforni. Oké. Okay. Jó! Megkezdődik a borzasztóan hosszú körünk. Hát az baj még, hogyha jól is rajtolok, kívül fogok lenni. Na mindegy. Tehát akkor Veresmáté, Kis Balázs, Tafinszki, Jómagam, Szentpéteri Peti, Tim Gábor, Egervári, Serván, Cimmel, Prince és a többiek. Hello, Geri! Csak a zöld autót figyeld, ott mögöttem a hatodik helyen Tim Gábort. Hát igen. Gabi jól rajtol. Még azt jelzik, hogy eldobjam a felvezető. Hú, na akkor. Mindenkinek jó szurkolást. Hopp, kicsit túlmentünk. Jó szurkolás, jó szórakozást. Elindul az utolsó előtti Toyota Racing széria verseny. Eddig is ez volt. Meg gurul is. Ja. Hátul nem. Talán.
Jajajaj! Máté. Elszálltak páron. Na, Tim Gábor itt van mögöttem. Urá, szeretem, amikor Tim Gábor mögöttem van. Na, ezt most hogy előzzek? Sehogy. Nézd ezt a kis uncutot, nézd meg! Előző jó lesz ezen a pályán. Ja. Hát sehol. Van itt mögöttem valaki, aki megmutatja majd. Utolsó féktáv esetleg. Jaj, ex. Ó, Tim Gábor elrontotta. Legalább nem kell hátra figyelnem. Az olyan, amíg Szélán néva lesz Veres Máté, addig úgy esélyem nincs. Inkább hátra kell majd tekingélnem szerintem. Van. Jaj! Na, Máté is rontott. De jó, hogy ha ő ront, én is rontok. Tim Gábort keresem közben, nagyon hátra esetett. Nem látom.
Ja bocsánat, ötödik helyen van. A nagy versenyzés hevében nem vettem észre. Hét tizedre, ha megközelítem, akkor már... Akkor már érne annyit a szélárnyék, hogy rendesen magára húzna. De amikor időmérőn ilyen kis különbségek vannak, akkor... Na itt ne roncsak. Egyszer itt ráhajtok, jobban a kerékvetőre, vége a versenynek. Máté. Előző körhöz képest közelebb vagyok, de még nem eléggé. Alakul. Minimálisan közeledek. Ő már messzebb van kis Balázstól. Hányas hűtővel mentek? Nekem 200-zal már elkezdett füstölni. Hát az nem jó, már az a legkisebb. Paricban van a belütő. Na ne. Hát hogy minél jobban betekered, azt jelzi. Hát akkor ezt beszoktam. A végig bírja általában. Nem. Hány fokig bírja? Ah, már nem emlékszem. Valami 136, azt hiszem. Hát ez elővére pat helyzet. Annak örülök, hogy a Gervár itt sikerült. Hát, hogy ez négyes, ez a kanyarán. Nem tudom, hogy merre mész. Rontott. Nagyon jó, edzésen a legnagyobb hűtővel mentem, versenyen a legkisebbel. Nem. Nagyon lelassul.
mi lesz, Máté? Nem találok el egy előre fogás rajta. Úgyhogy szélárnyékon kívül vagyok meg. A verseny fele hátra van. Hát akkor legyünk türelmesek. Megadtam 3 másodperce van Egervári. Timgábor 6. helyen bukott egyet, és Prince Attila nagyon ott van rajta. Fontos lenne, hogy az első 8-ba végezzen, uva. Ha ez nem jön neki össze, akkor sajnos... nagyon rossz pozícióból várja a második versenyt. Uva, jön itt. Kezdem el melegíteni gumikat? Mindjárt rájuk nézek. Teljesen jó állapotban vannak. Sőt, még azt kell mondom, hogy talán lehet, hogy még jobban is kellene terhelni őket. Számolja valaki nekem ki, hogy... Hello, Krisztián. Hogy az első és a... Ó, már csak... Vagy most visszaelőzte? Első és az 5. hely között hány pont különbség van, mennyit osztanak, mert nem tudom sajnos. Ha valaki ráér a Simco oldalán. Elment a cikázáshoz. Viszont mi ez a nagy árnyék? Miért vagyok ennyivel lassabb? Jövök, hát, attól függ, hogy ki az a mi? Jajjaj! Na jó, nem kéne olvasni a csetet. Ó, Veres nagyon elhúzott. Majd elengedd le. Elvágtam a félpályát, valahol kicsúsztam, azt úgy jöttem vissza, hogy... maradt egy szektor. Én biztos nem nyerek sajnos. Kösz. Miért vár a végére? Lehet, hogy megszorongat. Itt kicsúsztam ezt átvágtam a pályát, ezt elvette az időnek. Körömet. Hát, ez... Igen. Mondjuk fogalmám sem volt, hogy merre van a előre, meg a hát, meg hol a pálya. Uh-huh. Ajaj. Még hátra van 10 perc. Ezt egyszerre mondtam. Csapatársammal. Mm-hmm.
kezdek belassulni. Elég gyengusz időt megyek. Gábor, team? Hova? Mi történt? Mi van vele? Hát itt van. Izgalmas 10 perc lesz. Tíz kör. Most már ahhoz képes jó kör. Most reméljük nem lesz gond a lekörözéssel. Jól nem maradtam itt az utóbbi pár körben. Jaj. Nagyon jó. Tim Gábor a hetedik helyen, ajaj. Szerintem ez így képzsolásnak győzelem. Nem bajnoki cím. Csak gondoltam volna, hogy a versenyen kijelentem, hogy a Gabi feltart. Eljött ez is, látod? Látom. Ez már tényleg a világ vége. 12 óra múlva. Nézd meg a kifogások. Jobbeger, várj. Ja, jó. Szedjem össze magam, mert ez így nem lesz jó végén. Szép volt, Kami. Másik oldalról kellett volna kerülni. Na, két lekörözött jön. Vegyem egy beleengedle. Jó. Box. Köszi. Még 5 perc. Jaj, jaj, basszeg. De miért fékezt akkor? Jaj. Baszki. Ó, bocs.
Jó, nyugi, nem kell kockáztatnom. Nem is tudom, hogy volt-e itt már dobogom. Volt? Nem tudom. Mármint ebben a bajnokságban úgy értem. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Most kicsit elhúztam, meg elvárítom. Tim Gábor 7. De szerintem már matematikai esélyese lesz neki. Akkor talán ezen kívül még egy kör. Igen. Főső sarokban látható, Katalin a 3. 3/22. Az a jelenlegi pozícióm is, hogy hány versenyző van. Jó, letelt az idő, ez az utolsó kör. Csak szépen óvatosan, nem sietünk. Kis Balázs átszeli a célvonalat, és szerintem ezzel bajnok. Veres Máté második, jó magam, meg behozom a harmadik helyre, negyedik helyről ez tökéletes. Na, van bajnokunk? Igen. Szerintem igen. Akkor tapsoljon mindenki! Ja, aki még versenyez hátul, az ne. A chat az... Ratu. Mi ez a 9? Hát miért? Szépen feljöttem. Kis Balázs,
a széria bajnoka. Nem lehet előzni ezen a pályán. Egy fordulóval a vége előtt. De hogy nem igen van... Vagyis egy versennyel a vége előtt. Lehetett volna előzni, csak előttem. Előzni. Szép beszólás. Ó, és ünnepel a bajnok! Ennél agresszívebb beállítás is lehet. Nézzük. Itt kell bejön a boxba, azt sem tudom. Nézzek, boxba se bír magával. Milyen vicces lenne a dékuznának, nem? Jaj! Ha lefulladt az autó. Na? Jó. Na hát ez számomra egy igen jó verseny volt. Helyezés szempontjából. Izgis is volt egy-két helyen. Hát azért csak elhúzott a Veres Máté is 5 másodpercre. Ez csapatbajnoki nem úgy néz ki, mint hogyha meg lesz. Első és a 9. úgy, mint a második, meg 4. Én is értem. Én értem. Én csak a számokat nem értem. Hogy egy 1-9-el több pontot szerzel, mint egy 2-4. Azt akar írni. Ja, hát. Na, mi van egy verseny hátra? De a Qualin mind a ketten szereztek pontot. Hát de van 20 pont előny. Hú, bocsánat. Igen. És most mi? Most nem az van, hogy most is több pontot szereztünk? Nem. Nem tudom mennyit kap a 9. meg a 4. Flick behúztad? Aha. A bajnokságot? Aha. Hát a Gobi, hogyha megnyeri, akkor is még elég nekem a dobott. Hallod, hogy nyerni meg? Számolni. Gabi a világát se tudja. Az első kap 45. Hányadikról indulsz? 7. Az 53. 7. lettél és igen. Másodikként. Másodikról indul, ja. Na hát, hogyha lesz valami gumizódás, akkor pont a gumis ívről fogsz indulni. Az első és a 9. Utána van még 20 perc. Nájtot is lerajtolod. Nem hallgatják meg. Aztán onnantól meg kell tudni téged előzni. Az első és a 9. Passzik. Jani, most már mondd el. Az első és a 9. 53 pontot hoz, a második meg a 4. 51-et. Ó, hát akkor... Para. Akkor még lehet bármi? Hát nem, hát akkor hoztam, akkor még. Hogyan? Mondjad még egyszer, Jön. Az első és a 9. 53 pontot hoz, a második meg igen. A 4. 51-et. Na, akkor én Qualin szereztem 4 pontot, a Veres Máté 5-öt, és az Egervári nem tudom mennyit. Na, ezt én sem tudom. 2-t? Kettjál hozzá. Legalább egy 6 pontot az övékéhez. Hát jó, de hát a miénkhez meg 4-et. Nem úgy, hát... Én már kivontam abból. Na, egy 10 perces bemelegítés, aztán jön a második verseny. De én nem értem, de mindegy, akkor is még van több mint 15. Nem? Na jó, és még van egy verseny. Jó, van, megnyered. Úgyhogy nem te fordultál be elsőnek, hanem a... Hát a... ez az. Na. Ja, szarú. Hát a 8-9-ről, hát igen. Jó, van, megcsináltam pont. Amúgy lehet meg lesz a kóba, de... Lehet kiugrok egy gyors üdítőre. Ki is ugrok. Addig nem menjetek sehova, készüljetek a második versenyre.
sírói aszfaltra. Igen. Jó kis szűz pálya. Akkor menjünk komézni. Hát ez nagyon zöld. Visszatértem. Na. Így tökéletes. Ja, 7 perc múlva jön a második verseny. Készítsétek be a popcornt. Meg ilyeneket, mert biztos olyan közelben leszek, hogy mi lett a vége? Kis Balázs megnyerte a versenyt, és ezzel a bajnokságot is. Utána Veres Máté, harmadik lettem, Egervári, tovább meg nem tudom. Sok izgalom nem történt akkor már. Ojj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 
Kiraktam szegényt. Érdekes lesz ez a második verseny. Hát a bajnokság eldőlt, úgyhogy a csapat bajnoki, ami még ugye nem dőlt el. Igen, tuti. Matematikailag se tudja behozni Tim Gábor. Úgyhogy a sorozatos PEC szériái után összejött neki. Jaj!
Ezek a frányarázó kövek. Na, teljesen szétcsavar. Ujjjjj! Ujjjjjj! Mit művelek? Barnától szerzünk szép szélárnyékot. Hát engedte magát a barna, maradjunk annyiban. Lásson nézve egyébként hiába lett volna meg a Paul, gyanítom, hogy Kis Balázs és Veres Máté elkaptak volna a versenyen. Add a szélárnyékot, gyerünk! Jó. Az az idő, amit nem fogok már megjavítani. Egyrészt már csak egy perc van hátra. Másrészt meg olyan szélárnyékot kaptam, hogy esélyem se lenne. Na. Az idei év utolsó Toyota Racing széria versenye elindul el rajtól hamarosan. Nem azt mondom, hogy nem veszem komolyan, de kicsi fán lesz részemről, úgy érzem. Hoppá! Dorifto! Hát ez... Na, mit történt? Akkor lesz Dorifto, ha be is tudom fejezni ezt a műveletet. Hát befejezted csak a falba. Ne. Ej, hát majdnem. Majdnem összejött. Na, szerintetek megúszom-e kontakt nélkül az rajtot, meg az utána lévő egy-két kört lehet tippelni, amíg nem indulunk el. Attention, global, all non-essential.
szóra lelátós. 100-asra legalább. Miért a 150 nem bírja a szélárnyékba? Szerintem bírja. Nem úszom meg kontakt nélkül? Lejjebb vettem, nem álmasztani, te elfüstölök. Jani? Lefulladtam, bocs. Hello. Hello. El kell előzni. Az vagy Egervári gyors, szóval egyszer lesz. Nem biztos, hogy tudok hozni a rajtnál. Csak engem ne előzzenek. Már pedig megöltem el, igen gyors. Na, a hajnok. Ajaj. Ma megengedheti. Bármit a közönségnek. Bár a, aki streamel, az pont előttem van, de itt erről. Jó, hát tükörből. Hát jó. Hát hátra tekintettem. Na akkor hajrá, utolsó verseny, tét nélkül. Mondhatni. A csapat bajnokságban még azért lehetnek izgalmak. Na go. Na go. Hol vagy? Jó, bejöttem elé. Ne lökjem. Ez nem jött ki jól. Az szép. Jaj, 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 jaj. Négyen egymás mellett. Jaj, hát én húztam a rövidebbet. Csodálom, hogy nem mentünk össze, tehát azért szépen megoldottuk. Köszi Zsófi. Uha.
Jaj! Valentin Gábor az első. Így van. Szép feltornyosulás van itt. Nem áll! Hát én Gábor elhúzott az élet itt a másodiktól. Hát még itt van a váltés, akkor másodiktól a nyolcadikig így egy csomóba az egész. Banda. Jaj, ne! Passzus! És le is hullad az autó. A papi le az első pályán. Most mi jön? Nem, hátulról meglöktem az Egerváryt, azt én húsz. Én... Nem az ő autója lett instabil, hanem az enyém. Igen, érdekes, de mindegy. Hát nagy csapat volt. Csak hogy miért nem indult el, csak harmadjára körülbelül az autó. Na mindegy. Talán csatázhatok majd. Barna, úristen! Nagyon szép. Azt hittem alá fordul legalább. Hol jössz vissza? Amerikó. 6 másodpercre. Hát az elejéből kimaradok. Nagy kár, mert azért jó lett volna ott lenni.
Tökéletesen jellemzi egyébként az egész szezont ez a két verseny így együtt. Mert az én szezonomat. De vannak előttem páran. Annyira a leggyorsabb költől sem maradok el. Pár ezreddel. Jöjj! Hát tudjuk, hogy egy dolog meg... Mi ez? Dolog utolérni valakit, megelőzni már nehezebb, jó? Oh, Amerikó. Hát igen, csak hátulról valakit meglösz, úgy gondolom, hogy ő neki kellett volna instabilnak lenni az autójának, de most ez már lényegtelen igazából. Húú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 ú
Ja. Öj. Jól gondolkodott. Jó. Szép. Jaj. Jaj, baszki, nem áll! Szép!
Jó, hát 7 másodpercre leszek. Nem kis Balázs tették ki? Ja, Lipák Balit itt előttem. Kis Balázs az 6. Hát ez szép volt, szép volt. Szép. És? Kérdés, összebagolt a 3 autó. Hogy jön vissza a tányerre? Na, mi történt itt? Sárga. Ajaj. Na, hát kis Balázs is ide került, hátra szépen. Ez gyönyörűen úgy összecsukni az embert, ritkán lehet. Most már megpróbálom megelőzni. Hello. Külső éven sok mindent nem tehettem. Hát mondjuk nem befele húzni. Teljesen kívül voltam, annál jobban nem tudtam kívül tartani. Hát én meg nem tudtam hova menni, annak ellenére, hogy még így is elvettem. Értem én, de én a pálya pont a szélén voltam, tehát ha lenne megyek, akkor a fűre megyek. Júj. Ne maradjunk le róla! Nem el! Oké. Okay. Te hogy kerültél ide? Hátulról nekimentem az Egervárinak. Az én autóm bánta. Ja? De csak én megpöcköltem, de elég volt hozzá. Nagyon lassú volt ott a tempó.
Uaj! Néhány kilométert lassan úton érünk. A France nem a kocsival. Jó. Ó, mi ez a elengedés csapaton belül? Rendesen elengedik őt. Nagyon tisztelnek téged. Ezt jól elrontottam. Az igen. Az szép. Kicsit kivezettem. Jaj. Hát ez nem volt szép. Jó, hát ezt a pár kört kivérjük. Na, elején. Tim Gábor, Szentpéteri, Princegervári.
mi végén utolérünk valakit? Ja nem, csak lekörözött. Uha. Egyszer kerülnék még a szél árnyékába. Menjél, Norbi! Ott rontom a magyar fiú! Ne! Bemennék harmadiknak oda? Hát ki lett szögébezetve, bocs! Rott. Szép. Grat. Hát, most Norbi. Hogy Sari, ez nagyon váratlan volt nekem az a fékterv. Ja, semmi. Ott már nekem úgyis mindegy volt. Jaj, hát mókás volt legalább az utolsó verseny. Tokter is akkor összetapott. Night. Jó éjszakát, sziasztok! Cső. Hello! Cső. Szomorú Team Gábort hallhattunk. Ahogy nézem, a Veres Máté nyitotta túl korán a kormányt. Nem vagyok ott, neked úgy, neked is ugyanúgy neki megy. Hát, kösz Szabolcs! Vagyunk. Elsőt kinyerte? Itt? Freak. Elsőt kinyerte, Freak. Aha. Mesélj el nekünk, kedves kis Balázs, hogy érzi magát ezen remek teljesítmény után és a bajnoki cím megszerzése után? Faszám. Hát ez nem minőségi content, így sajnálom. Ja, várja, bocs. Nagyon faszán. Egész jól. Köszönöm apukámnak, anyukámnak, barátnőmnek, a macskának. És neked, Jani, egy streameltél. Nagyon szépen köszönöm, megemlítettél. Ne.
Hát akkor... Bizony. Lezajlott ez a bajnokság is. Vödröt a vödörnek. Hello! Mogen. Egy hét múlva Forma 1, és ezt a bajnokságot pedig a Vénor Supercars váltja, ami szerintem Mogen egyébként szeret, igazán visszajöttne hozzánk versenyezni. És... Ja, hogy hasonlóan Ausztrál, illetve Új-Zélandi pályákon fogunk majd küzdeni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, aki itt volt, aki majd visszanézi. Legyetek továbbra is jók, vigyázzatok magatokra. Inkább nézzétek a streamet, mint hogy kimozdulnátok otthon. További szép hetet nektek. Sziasztok!